Ősszel több vadbaleset történik az utakon az év más időszakaihoz képest, ezért érdemes az átlagosnál is óvatosabban, körültekintőbben vezetni. A leggyakrabban őzeket csapnak el, de sokan ütköznek gímszarvassal, vaddisznóval, dámszarvassal, ritkán muflonnal is. Az elmúlt két évtizedben duplájára nőtt az ilyen balesetek száma a magyar közutakon. Sokat segíthet a megelőzésben, ha az autósok indulás előtt alaposan megtisztítják a szélvédőt, minőségi, jól világító távolsági fényszorítást és vadriasztó sípot használnak. A szarvasok és vaddisznók ugyanakkor jelentős károkat okozhatnak a növényzetben, kertekben és akár az infrastruktúrában is. Ez különösen az őszi szarvasbőgés és a vaddisznók vonulása idején jelent komoly problémát. A károk elkerülése érdekében alapvető fontosságú a megfelelő kerítés technológia kiválasztása, hívja fel a figyelmet a Vadex ZRT. A legelterjedtebb megelőzési eszköz a mechanikus vadháló, amely hatékony védelmet nyújt a nagyobb és kisebb vadak ellen egyaránt az erdők, legelők, földek és lakóingatlanok körül. Hatékonyan alkalmazhatók a villanypásztoros rendszerek is, melyek nagy előnye, hogy könnyen telepíthetők és áttelepíthetők, azonban karbantartást és energiaellátást igényelnek. A Vadex mezőföldi ZRT szakértő csapata együttműködést ajánl a gazdáknak, igény szerint segítenek felmérni a körülményeket és kiválasztani a legjobb megoldást.